Nem, kicsin megyünk, extra hosszút, viszont szép kényelmesen menjetek, és majd meglátod, az Efir ott lesz, ha elment előttetek, akkor mehettek normál tovább. Picike minimál Uber kell legyen, odafigyelj drágám. Sápatka vagy, mi volt éjjel? Nem. Semmi? Jó. Mondom, egy ló van a pályában, az Efir. Hogy nehogy hátulról megzavarjon, engedjétek el, de mehettek. Egyenesen legyen a feje. Úgy, ne maradj el, ne maradj el soha. Nem kell rettegni, mennyi? Rajta műnél rettegjé. Ja, bocsánat. Igen, csak tudok bakozni, az enyhám úristen. Valaki felül rám hozzon, vagy 10 nyak szíjat? Persze, hogyha jó formában vagyok. Most egyenlőre igen. Na jó, Zefirke valahol a túloldalon, egyenesbe, nem tudom merre. És most bement az Ábel Csődike, Diósi Angol és Minike Diósi. Így van, négyen vannak a pályába, istálóba Nyergel, Csenge, Don Szerzsant és Bytrek, Norbi. Jó, aztán szállingóznak. Ma még van egy ilyen oktatás, trénervizsga, úgy, ahogy tegnap volt. Csak tegnap 9-kor mentünk, azért nem voltak videófelvételek. Ma 2-re megyünk, és 2-től 4-ig vagy 5-ig tart. Ennyi egyenlőre a program, más nagyon egyenlőre nem tudok. Itt meg a lovacskák szállingóznak, dolgozunk. Ma csütörtök, és ha jól tudom, holnap péntek lesz. Na hol ez? Ott az Efir, jó van. Ez ideig tökéletes. Hát ezért utána, amikor külön-külön jövünk ki, most rettegni kell, hogy az én lovam fogja megzavarni a másikat. Na, egyesével szállingóznak ki, megőrülök. Na, tehát érkezik Zefirke. Ja, hát is a kanyar közepén lehet szerintem a három csikom, nem tudom. Aztán mentek itt be mögöttük. Hát remélem, hogy... Zefirke egyenlőre jó dolgozik, jól érzi magát a Cilus. Aztán majd meglátjuk, ugye volt neki sérülése. Tökéletes Zefir. Volt neki sérülése kora tavasszal, basszus. Gyöpön mentünk, mocsáros, nagyon rossz talaj volt, aztán ott megsérült. Aztán úgy helyre jött valamennyire, és akkor őszre újra kiült neki az a egyenítő szalagnál a problémák. Le volt állítva, kicsit behúztam, bedörzsöltem, és most komolyabb munkátnál tart. Hát, minden izikó. Jó reggelt, ügyessen! Na, úgy néz ki, hogy a másik oldalon, igen, elmaradva olyan 50 méterre egymástól, de semmi probléma. Barbit féltem, úgy értve, hogy ő volt ilyen állapotban, hogy kicsit majd rézott, de oké, egyenlőre tökéletesen el van a sárival, persze neki a bájunk el semmit. Szépen jön mind a három. Tehát a Diósi Angol elől, miért áll meg ott a csaj? Csillácskám, ja, ló gondolkodott, aha, jó van. Dugdad meg egy kicsikét, tudja a dolgát, hello. Uncutka, gyerünk. Keményen, huszárosan a csikóknál. Így szoktam mondani.